A görög kormány honlapján megjelent közlemény szerint a közös nyilatkozat egyebek között kimondja, hogy az Európai Uniós bővítési folyamat megújult és újra gondolt irányelvek mentén kell, hogy haladjon a jövőben. A dokumentumban az áll, Ukrajna-orosz inváziója kulcsfontosságú pillanat Európa számára, amely új szinten tudatosítja a közös elveket, az egységet és a közös jövőt az EU-n belül. Az aténi megbeszélésen megállapodtak abban is, hogy az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök és más bűncselekmények, például a civilek elleni támadások és az infrastruktúra lerombolása nem maradhat büntetlenül, és felelősségre kell vonni a tetteseket. Ezek a részletek egyébként a nyilatkozat második változatából származnak, mivel az elsőben szerepeltek az Oroszország elleni szankciók bevezetését szorgalmazó intézkedések. Ezt azonban a szerb államfő tiltakozása miatt nem fogadták el. Az eseményt követő sajtótájékoztatón a szerb elnök kitért energiabiztonsági kérdésekre is. Jasno, de energetska situácia v Európe neuporedivo bolja, mene brine rast cene nafte, da budem iskren, jer to ako nastavi ovako još dve ili tri nedelje da raste, onda ode mast u propast. Ali verujem da su magazini po Evropi popunjeni, da to će značiti i da struja ne ide preskupo na tržištu, da gas ne ide preskupo i po previsokim cenama na tržištu, što je uvek dobro i za našu zemlju, što je dobro i za spuštanje, za smanjenje inflacije, tako da u svakom slučaju to su dobre vesti. A találkozó egyik fő témája volt az is, hogy az EU gazdaságfejlesztési programot készít elő a Nyugat-Balkánnak, amely a gazdasági növekedés elősegítését célozza meg. Alexander Vučić államfő Aténban kijelentette, a program előkészítése októberre várható. To je da smo razgovarali sa Ursulom i da su sinoć Ursula von der Leyen i Charles Michel ponovili značaj takozvane agende rasta i kako Evropska unija priprema za oktobar mjesec program rasta za zemlje Zapadnog Balkana, šta je to što možemo da uradimo da unapredimo naše ekonomske performanse i tu očekujem naravno, osim kroz podršku različitim programima, subvencijama, podstreku za mnoge važne stvari, pre svega u takozvanoj zelenoj agendi, očekujem i dodatni novčani priliv za zemlje Zapadnog Balkana. Az aténi találkozón a szerb elnökön, a görög kormányfőn és az uniós vezetőkön kívül jelen volt még Dimitar Kovácsevszki észak-macedón, Andrej Plenković horvát, Albin Kurti koszovói, Jon Marcel Csolaku román, Nikolaj Denkov bolgár és Borjana Kristó boszniai kormányfő, valamint Jakov Milatović montenegrói és Volodymyr Zelenszky ukrán köztársasági elnök is.